A rendkívüli téli időjárási körülmények miatt kialakult vészhelyzet kezelését gyakorolták a katasztrófavédelmi szakemberek, a mentősök, a rendőrök és a szentesi II. Rákóczi Ferenc műszaki ezred katonái Orosháza térségében. A komplex katasztrófavédelmi gyakorlat célja az volt, hogy járhatóvá tegyék a zord időjárás miatt elzárt település részre vezető közutat, valamint hogy helyreállítsák az államszolgáltatást. Emellett az ilyen esetekben a várható lakosságvédelmi feladatokat is begyakorolták. 11 szervezet, 65 ember összesen együttesen mozog és próbálja ki azt a vélhető helyzetet, amikor is a várostól egy település részt elzár az időjárás, és próbálnak itt segítséget nyújtani és megközelíteni ezt a település részt. Itt ezek az egységek együttesen próbálhatják ki összehangoltan azt, hogy ilyen helyzetben mi a teendő és mire kell felkészülni. A hóátfúvás miatt a környező tanyákra sem lehetett bejutni személyautóval, így az ott élők segítségére a műszaki ezred katonái siettek. PTS M-típusú közepes lánctalpas úszó gépkocsijukkal három tanyáról több mint tucatnyi embert menekítettek ki. A feladatunk az volt, hogy a Orosháza Kiscsákó település környékén található tanyákról az ott rekedt embereket kiszabadítsuk, felderítsük őket, és segítséget nyújtsunk részükre. Minden esetben, ahol a civil lakosság a segítségünket kéri, természetesen a Magyar Honvédség segít.